Tisztelt megemlékező közösség! Fabrici Kovács Mihály huszárezredes születésének 300. évfordulója alkalmából szeretettel köszöntök minden kedves megemlékezőt itt, a szülőháza közelében emelt emlékkapunál. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt, a Kunszövetség elnökét. A Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesület nevében dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, korábbi földművelősügyi minisztert, egyesületi elnököt. Hubai Imrét, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt. Szele Király Andreát, a Karcagi Járási Hivatal vezetőjét és dr. Lévai Olga helyettest. Pánti Ildikót, a 8-as számú választókerület képviselőasszonyát. Dr. Vég Sándor, a Kossuth Foundation elnökét. Dr. Pintér Zoltán Árpádot, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökét. Dr. Örlős Lászlót, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség nemzetközi irodavezetőjét. Plósz Csilla Margitot, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület titkárát. A Karcagi Tankerületi Központ képviseletében köszöntöm dr. Hubai Adrián jogászt és dr. Cimbalmos Ágnest. Orvos Tóth Endrét, a Kovács Mihály Huszár Bandérium strázsamesterét és a bandériumot.
A Karcagi Nagykunbajtási Egyesület nevében Rab János nyugállományú őrnagyurat, Szentesiné Nánási Tündét, a Karcagi Kovács Mihály általános iskola igazgatónőjét, Kovács Tímea és Karas Elvira igazgatóhelyetteseket, Birizló Csaba tanárurat, a város intézményeinek vezetőit, képviselőit, a Karcagi Kovács Mihály általános iskola nyugalmazott pedagógusait, a Karcagi 8-as számú választókerület vendégeit, a média képviselőit és minden kedves megemlékezőt, akik ma eljöttek rendezvényünkre. Tisztelt megemlékező közösség! Fogadják szeretettel Pánti Ildikó, 8-as számú választókerület képviselőasszonyának köszöntőjét. Mindent elér az ember. Azt is, ami most még messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi babér. Bertolt Brecht idézetével köszöntöm az ünnepi rendezvény valamennyi kedves résztvevőjét. Az idézet kifejezően példázza az ünnepelt hős Kovács Mihály életútját, akiről a mai napon emlékezünk. Élete és hősi halála bizonyítja, hogy méltó rá az utókor emlékezete. Ünnepel egy város, egy oktatási intézmény és egy helyi közösség. Választókerületünkben szép hagyomány, hogy itt az emlékparkban, azon a helyen, ahol a legendás kapitány szülőháza egykoron állott, emlékezünk, köszöntjük vendégeinket, választókerületünk kedves lakóit. A Kovács kapu az emlékparkkal városunk nagyra becsült értékét képviseli, Kossuth-díjas szobrászművészünk Györfi Sándor legendás alkotásaként. Valahányszor megállunk itt, Fabrici Kovács Mihály emlékhelye előtt, a hófehérre meszelt farrészlet a nyitott kapuval átemel bennünket a legendás huszárezredes gyermekkorába. Képzeletünk kiegészíti a hófehérre meszelt falat, amely körülöleli az egykor itt álló nemesi portát, felépíti a házat az emlékpark zöld szőnyegén. Szinte látjuk, ahogy közöttünk jár kell a karcagi kisfiú, aki felnőttként az amerikai lovasság alapító atya lesz. Fontos, hogy a legnagyobb tisztelettel éltessük emlékét, s őrizzük a rendkívüli katona tisztességét és helytállását. Ezt a hagyományt ápolni kell, megbecsülni, továbbadni, mert ha nem tesszük, elvész, és vele együtt elvész a múltunk is. A hagyomány ápolása pedig erőt ad a jövő feladatainak megoldásában. Ma Fabrici Kovács Mihályra emlékezünk, arra a hősre, aki életét a legszentebb ügy, a szabadság szolgálatába állította. Felajánlotta kardját az Amerikától, illetve Angliától elszakadni kívánó telepeseknek, és mint ahogyan írta, semmit sem kívánok oly hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlanul éjek és halljak. Végakarata teljesül. A hősi halál 1779. május 11-én érte utol a Dél-Karolina állambeli Charleston városánál. Városunkban egy oktatási intézmény, egy baráti társaság, egy egyesület és egy választókerület ünnepel ezen a napon. Köszönöm, hogy elmondhattam, köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm a Kovács Mihály általános iskola mindenkori készséges segítését, és köszönöm kedves választókerületem lakóinak, kedves vendégeinknek az itt létet,
és az erőforrás, valamint a városgondnokság dolgozóinak a Huszár Bandériummal együtt, hogy mindig itt vannak, megtisztelnek bennünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük képviselőasszony gondolatait. Kedves megemlékezők, felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, korábbi földművelésügyi minisztert, a Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesület elnökét, tartsa meg megemlékező beszédét. Köszöntöm a kedves karcagiakat, kedves vendégeinket Amerikából, mindenkit, akinek fontos ez a mai nap, jó érzésű magyar embereket, nagykunokat, távoli tájakon lakó elszámozott honfitársainkat, épp úgy, mint akik itt, mint jó magam is néhány utcára, néhány házra élünk ettől az emlékkaputól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy 300 éves évforduló alkalmából gyűltünk most össze, hiszen 300 évvel ezelőtt született Fabrici Kovács Mihály, az egyik leghíresebb karcagi, az egyik leghíresebb magyar huszár és katona, akit talán Amerikában még jobban ismernek, és több helyen tisztelnek, mint itt Magyarországon. Igazán kalandos életút az övé, egy olyan karcagi világból indult, amely már régen a múlt közébe vész, mégis szabadság szeretete és egyénisége, személyes teljesítményeink keresztül itt van velünk. És hogyha már Amerikáról van szó, ahol életét adta a szabadságért, amely nem köthető országokhoz, kontinensekhez és földrajzi tájakhoz, a szabadság örök és nagyon nagy érték, akkor el kell azt mondanunk, hogy 1978. január 6-án, amikor Cyrus Vance amerikai külügyminiszter hazahozta a koronát a magyar nemzetnek Amerikából, a Szent Koronát, amely államiságunk jelképe, akkor hívta fel a figyelmet arra, hogy van Amerikában egy tisztelt, becsült, megbecsült magyar katona, Fabrici Kovács Mihály, aki karcagi származású, és akire ott büszkék, és akire mi is büszkék lehetünk. A Szent Koronával együtt a karcagi származású huszárezredes Kovács Mihály neve is egybefonódott, egy említésre került, és így a magyar történelemnek egy fontos lapjára is oda kívánkozik. Hiszen a Szent Korona, amely megtartotta az országot, amely jelképezi a magyar államiságot, és amelyhez a kunok csatlakoztak a szabadság szellemében, az összeköt mindannyiunkat. És így van egy közvetlen hivatkozásunk, egy közvetlen kapcsolatunk is a magyar államisághoz, a kunok betelepülésén, a redemciókorán, a fegyverviselésen keresztül Kovács Mihály által, amely a jelenkorig ível. Azt hiszem, ez egy nagyon szép üzenet, és kötelez bennünket arra, hogy Kovács Mihály emlékét ápoljuk, őrizzük, és legyen példakép kitartásával, emberi kvalitásaival mindenki számára, akinek fontos a kunság, a kun identitás és a magyarsághoz való tartozás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1978 azért is hasznos volt, mert ráirányította a figyelmet a korra, amelyben Kovács Mihály élt, és lehetővé tette azt, hogy ővele foglalkozzunk, foglalkozzanak azok a történészek, közéleti személyiségek, helytörténeti kutatók, akik számára ez addig nem volt lehetséges, hiszen Amerikával a kapcsolatok hát abban az időben nem voltak túlságosan barátiak. Magyarország egy másik katonai tömnek, egy másik világrendszernek a része volt. És így azóta nagyon komoly tudományos és hagyományőrző munka az, amellyel dicsekedhetünk. Én szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki ennek részese, azoknak, akik az emlékeket gyűjtik, történészek, helytörténeti kutatók, levéltárosok, a régi iratokat tanulmányozzák, és ezekből publikálnak. Szeretném megköszönni a mindenkori karcagi önkormányzatoknak, hogy ápolják ezt a emléket. Kovács Mihályra minden évben emlékezünk, az iskola, az egyesület, további társadalmi szervezetek, és nagyon jó a kapcsolatunk, bár néha megszakításokkal az amerikai nagykövetséggel is. És az is külön jó, hogy Amerikából annak idején Udvardi Tibor bátyánk, aztán Magyarországról is jó néhányan, Hábel Gyuri bátyám, a Bodó házaspár segítették ezt a nagyon fontos ügyet, és most is itt ünnepelhetjük azt, hogy Amerikával újra, az ottani magyarsággal újra élednek kapcsolataink a Kossuth alapítványon keresztül. Bizakodás ez a jövő felé. Bizakodás abból a szempontból is, hogy miközben a környezet változik, az emberi értékek és az odafigyelés, a közösséghez való tartozás tudata, az örök, az megmarad.
Ha belegondolunk abba, hogy 1700-as éveknek a közepén született Kovács Mihály a redemció kihívásával küzdött a társadalom, a kunsági világ, hogy miképpen szerezze vissza az elvesztett jogait, a szabadságát, az önállóságát, a földjét, ezt végül meg kellett vásárolni, akkor nem a mai karcak képet árul elénk, hiszen a város akkor kisebb volt. Ez a rész egy régi területe. De a másik irányban, a főtértől néhány száz méterre a Sárét háborítatlan vadvízországa húzódott, itt nádas házak voltak, még megvolt egy régi kis templom a török időkből, a lakosság az körülbelül 4000 fős lehetett, altának meghatározó részét legelők foglalta el, és nádas, tehát teljesen más volt a környezet. Nem voltak például emeletes házak a városban, mert nem kellett, volt elég hely. És eleve az épületek kisebbek, nádas, nádtetejű, fehérre festett vályogházak voltak, amikből azért lehet itt találni még egyet-kettőt itt a Csokonai utcánál például. Hát van ennek a régi időnek néhány régi tanúja is. Az épületek változtak, a város növekedett, akkor nem voltak iparterületek, iparvidékek, most vannak. Nem voltak lakótelepek sem, most már több is van belőlük. De az embereknek a mentalitása, a világlátása, a kun identitás az nem változott túlságosan. Azért is vagyunk most itt. Azért, hogy ezeket az értékeinket, amelyeken a mindennapjaink alapulnak, ezeket fönntartsuk, és ezáltal továbbra is erős közösség legyünk a jövőben is. Mint ahogy erős közösség itt a Pánti Ildikó által képviselt közvetlen lakókörnyezet, erős közösséget jelent maga a kun identitásnak az összetartó ereje, és ezen belül a városé is. Én szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, az egyszerű karcagi polgároktól kezdve a legmagasabb szintű állami vezetőkig mindig fontos volt az, hogy Kovács Mihály az őt megillető helyet elfoglalja a magyar történelemben, mint a leghíresebb magyar huszárok egyike, aki bejárt három kontinenst, aki eredményesen küzdött mindenhol, és igazán komoly erkölcsi tartással, becsülettel, mind halálig kiállt az értékek, a szabadság és a függetlenség mellett, ha kellett egy másik kontinensen is. Én kívánom azt, hogy a mai megemlékezés az a jövőre nézve is hordozzon komoly üzenetet, legyen egy olyan alkalom, amelyre később is örömmel fogunk emlékezni, hiszen 300 éves évforduló ritkán adatik meg az ember életében. Én kellemes ünneplést kívánok a mai napra, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Köszönjük miniszter úr méltató szavait. Megemlékezésünk folytatásaként a karcagi Kovács Mihály általános iskola 7. A osztályos tanulója Karlovics Olivér szavalata következik. Fogadják szeretettel. Áldja meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát, 20 évig neveli világ pompájára. 20 éve után öltözteti gyászába. Életemet áldozom a magyar hazáért, a vérem kiontom magyar nemzetemért. Ne félj Magyarország, vigyázz a jó Isten rád, ellenség kezétől megóvja országát. Fölemerem karom, felkötöm a kardom, szomorú szívemre új bánatot rakok. Fölkötöm kardomat, fölveszem fegyverem, édes szülőimtől végbúcsúmat veszem. Kedves szülő Dajkám, tudom, búst szívedre, sok bánatot hagyok katonai életembe. Rajta, rajta jó katonák, zászlónk lengjen égre, verjük le az ellenséget, fusson messze végre. Tisztelt ünneplő közösség, bejelentem, hogy koszorúzás következik. Fabrici Kovács Mihály huszárezredes emléke előtt tiszteletet téve, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a KUN Szövetség nevében helyezi el koszorúját az emlékkapun. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter, a Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesület elnöke helyezi el a megemlékezés koszorúját.
Kubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke helyez koszorút. A 8-as számú választókerület nevében Pánti Ildikó képviselőasszony és Balajtini Sütő Margit igazgató helyez el koszorút. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesülete nevében dr. Pintér Zoltán Árpád elnök és Plóth Csilla Margit titkár helyez koszorút az emlékkapuhoz. A Karcagi Nagykunvajtási Egyesület nevében Rab János nyugállományú őrnagy helyezi el koszorúját tiszteletet téve Kovács Mihály előtt. A Karcagi Tankerületi Központ képviselői és a Kovács Mihály Általános Iskola pedagógusai és diákjai nevében Szentesiné Nánási Tünde igazgatónő, Kovács Tímea, Karas Elvira igazgatóhelyettesek, valamint a diák önkormányzat emlékeznek meg. A Karcagi Nagykonreformátus Általános Iskola és Talentum Óvoda vezetősége helyez el koszorút. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi megemlékezőnek, aki a koszorúzáson részt vett. Az emlékezéssel egybekötve hadd tájékoztassam önöket arról, hogy a Kovács Mihály nevét emlékül őrző Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola május 6-a és 10-e között emlékezett meg névadója születésének 300. évfordulója alkalmából városi és iskolai rendezvényekkel. A rendezvények között szerepelt a huszár életet ábrázoló városi rajzpályázat, városi emlékváltó futóverseny, valamint városi interaktív délutáni vetélkedő. Megemlékezésünk végén szeretném felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét, hogy a Fabrici Kovács Mihály 300 emlékév központi rendezvénye 13 órakor kezdődik az iskola előtt. Ezt követően 14 óra 30 perces kezdéssel a Városháza dísztermében ünnepi műsor veszi kezdetét. Tisztelt megemlékezők! A Kovács Mihály emlékhelynél tartott megemlékezésünk a Kovács Mihály huszárbandérium elvonulása után fejeződik be. Kedves vendégeinknek megköszönöm a részvételt és a figyelmet, a nap további részéhez pedig kellemes időtöltést kívánok. Bandérium, gyert! Fordulat jobbra! Egyes oszlopban, irány utánom, lépés, indul! Díszőrség, vigyázz! Kettes oszlopban előttem sorakod. Díszőrség, vigyázz! Lépés, indulj!